Az elmúlt hétvégén két napon át a komáromi sportcsarnokban került lebonyolításra az extraligába való feljutás osztályozójának második tornája. Négy csapat, a komáromi Spartak, a nyugatszlovákiai első liga győztese, Privigye, a középszlovákiai, Szobránc, a keletszlovákiai első liga győztese, valamint Zsolna együttese, amelyik az extraligában az utolsó előtti helyen végzett, mérkőzött meg egymással a két helyért az extraligába való feljutásért. Az osztályozó első fordulója után Privigye már biztos feljutó volt, de a többi csapat még küzdött a feljutás jelentő második helyért. Ez a hétvége kitűnően kijött a komáromi csapatnak. Az első mérkőzésen 3-2 arányban legyőzte az addig veretlen Privigye együttesét, majd a folytatásban 3-0 arányban Szobránc gárdáját, és a harmadik mérkőzésen Zsolna csapata felett is diadalmaskodott 3-1 arányban. A komáromi Spartak csapata megszerezte az extraligába való feljutáshoz szükséges második helyet, és ezzel immár harmadik nekifutásra a legnagyobb sporttörténelmi sikerét érte el a klub. Két napon át lelkesen buzították csapatunkat a szurkolók, de megérte, mert a játékosainkkal együtt ők is ünnepelhették a nagy sikert. A komáromi röplabdás sikert csak tovább tetézte, hogy a Sej Egyetem női csapata is ezen a hétvégén harcolta ki a feljutást az extraligába.